Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Április 11-e a Városnapja, 1693-ban ezen a napon kapott első Lipót császártól és királytól szabad királyvárosi rangot Debrecen. Ez alkalomból minden év április 11-én kitüntető címeket adományoz a városi közgyűlés. Déri Frigyes díjat vehetett át tegnap Szabó Péter, az FAG Magyarországi Ipari Kft. Ügyvezetője. Ő a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát mindenekelőtt gratulálok ehhez a díjhoz. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy esik egy ilyen egyéni elismerés egy cégvezetőnek, aki ugye egy csapat élén áll tulajdonképpen. Mennyit gondolkodott már ezen? Hát ezt elmondtam mindig, ha bármikor kaptam díjat, hogy igazából lehet, hogy ez személy szerint nekem szól, de mögött van az 1300 ember, aki a cégnél dolgozik, tehát a kollégáim, és ezt nem lehet úgy kezelni, hogy ez az én díjom, ebben mindenki benne van, aki a cégnél dolgozott, vagy a cégnél most dolgozik. Valamilyen szinten azért fontos egy ilyen egyéni elismerés is, tehát mégiscsak van egy karrier az embernél, ezek valamilyen szinten visszajelzést adnak, hogy végzi a munkáját. Inkább azt mondom, hogy visszajelzés. Tehát, hogy most ha nem gondolom azt, hogy bárki is ezért dolgozna, hogy ilyen díjakat kapjon, azt szerintem már régen rossz. Egy jó visszajelzés, különösen nekem, hogy én itt születtem, itt élek, itt tanultam, és egy tényleg egy pozitív visszajelzés a város oldaláról, hogy azt, amit a cégem végez itt, azt így díjazzák. Ugye úgy szól a megfogalmazás, hogy a Déri Frigyes díj a hazai, illetve a nemzetközi gazdasági életben elért kiemelkedő eredményért, a város fejlődéséhez, gyarapodásához és nemzetközi elismertségéhez történő hozzájárulás elismeréseként kapja a díjazott. Nyilván itt ugye arról van szó, hogy Debrecenért sokat tett korábban. Mennyire cél ez akár az életében, hogy valamit visszaadjon annak a városnak, ahol született, ugye debreceni születésű? Ez mindig cél. Tehát én nagyon sokat kaptam a várostól, úgy a privát életben, úgy, mint a munkában, és tényleg, ahogy a lehetőségeink engedi, vagy a lehetőségem engedi, ott próbálom segíteni, támogatni a várost. Ezáltal ugye a város is gyarapszik, ez nekünk is jó, mint cégnek, tehát igazából egy ilyen win-win szituációban vagyunk itt. De nagyon üzletemberként hangzott ez is. De beszéljünk egy picit a céges életéről, több mint 20 éve van már, ugye? Igen, 22 éve vagyok, és 15 éve vagyok az ügyvezetője. 15 éve ügyvezető. Emlékszik még a kezdeti időkre, amikor elkezdte? Hogy indult ez az egész karrier? Emlékszem, a diplomamunkámat az SKF-nél írtam, ugye a legnagyobb konkurensinél az FAG-nál, és jelentkeztem az FAG-hoz gyakornoknak, és felvettek 2001. augusztus 13-án. És ott kezdtem el a főiskola után egyből dolgozni. Igazából az elejétől kezdve megtaláltam a számításomat, én nagyon szerettem, mindig mindegy volt, hogy mit csinálok, tehát végigjártam a ranglétrát. És ezt máig is mondom mindenkinek, hogy az a fontos, hogy valaki szeresse azt, amit csinál, vagy amit dolgozik, mert akkor biztos, hogy sikeres lesz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sikerült kihoznom majdnem a maximumot ebből a karrierből itt a cégnél. Milyen szinten lépett be a cégbe? Én gyakornok. Gyakornokként. Én voltam az első gyakornok a cégnek. Akkor ez egy történelmi lépés volt gyakorlatilag. És 7 év alatt sikerült az ügyvezetői székig eljutni. Ezt mondhatjuk villámkarriernek egy ilyen területen? Igen, tehát én nem voltam 30 éves, mikor ügyvezető lettem a cégnek, ami akkor már 1000 fős volt. Nagy kihívásnak éltem meg. De mindig is szerettem azt, ha van rajtam teher. Tehát én akkor tudok a legjobban teljesíteni, hogyha nagy nyomás van rajtam, tehát én szeretem a felelősséget, és soha nem éreztem nyűgnek. Tehát rengeteg lemondással járt a privát oldalról, de viszont szakmai oldalról pedig rengeteget tanultam. Tehát rengeteg külföldi főnököm volt, rengeteg kultúrát megismertem, tehát egy nagyon, nagyon széles körbe tudtam mozogni a cégnél, világot láttam, úgyhogy abszolút én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt annak idején, hogy sikerült ide bekerülnöm. Ez az ambíciója volt egyébként, hogy ügyvezető legyen előbb-utóbb a cégnél? Gondolom gyakornokként még azért nem feltétlenül ez volt a kimondott célja. Én mindig szerettem emberekkel foglalkozni, és nem sok időnek kellett eltenni hozzá, hogy eldöntöttem, hogy szeretnék vezető lenni. Ugye az akkori élem az teljesen más, mint a mostan, ezért csak öregedtem én is 22 évet. És akkor is ez volt a cél, hogy én szeretnék olyan dolgot csinálni, ahol nagy felelősség van rajtam, ahol adott esetben döntéseket kell hozni, felelősséget vállalni, tehát ez a langyos víz dolog, ez nem mozgatott soha.
És mivel sikerült így kitűnni, hogy tényleg ilyen hamar előrelépett a ranglétrán? Hát igazából itt a főnökeimet, az elmúlt évek főnökeit kellene megkérdezni. Ugye azt tudni kell, hogy a cég 99-ben jött létre Debrecenben, és én ugye a 2007-ben lettem az ügyvezetője. Az első 8 évben 12 ügyvezetője volt a cégnek, tehát az úgy pörgött az élet. Utána viszont egy komplet magyar menedzsmenttel indultam el, és beállt, stabilizálódott, nagyon jó kollégáim voltak, meg vannak is a cégnél, úgyhogy ez megint nem egyéni siker volt, tehát ez megint azonnak a csapatnak a sikere volt. Most az, hogy adott esetben rajtam van a csapatkomitányi karszalag, azt így hozta az élet, de igazából ez mindig csapatmunka. Pedig ugye egy német cégről beszélünk, és a sztereotípiák szerint azért a németeknek nem könnyű megfelelni. Főleg mondjuk magyarként, nem tudom, ezt mennyire tapasztalta a saját bőrén. Hát igazából a 22 év alatt 14 főnökön volt, ami volt különböző nemzetiségek. Én úgy gondolom, hogy én nem gondolom, hogy nehéz lenne. Tehát az embernek, ha vannak döntései, azért vállalni kell a felelősséget, és tényleg haladni előre, és csinálni a saját dolgát. Tehát nem másnak kell megfelelni, hanem saját magának, meg azt kell nézni, hogy a cég az hogy tud sikeresen előre fele haladni. Nem lesz tőle mindig mindenki boldog, nem is lehet azt elmondani, hogy 100% mindenki elégedett, de itt azt kell figyelni, hogy most már ugye nekem azt, hogy ugye 1300 fő munkavállalóval dolgozunk, itt 1300 családról beszélünk, és olyan döntéseket kell hozni, meg olyan irányba vinni az egészet, hogy ezt tudjuk biztosítani a következő időszakban is. Az elmúlt 24 évben ugye sikerült, jövőre leszünk 25 évesek, és bízom benne, hogy hasonló hosszú ideig még itt leszünk a városban, és tényleg egy biztos megélhetést tudunk nyújtani a kollégáinknak. Igazak ezek a sztereotípiák? Egyébként a németek rendkívül sarkosak, nagyon fegyelemkövetelők, nagyon betartják pontosan a napi rendet, nem lehet nagyon kihágni, tehát ez valóban így van? Ez abszolút így van. Tehát én ugye ebben nőttem bele a főiskoló után. Nagyon sokszor elmondtam, hogy ebből szempontból inkább érzem magamat németnek, mint magyarnak. Ugye a magyarok sokkal kreatívabbak, a németek nagyon struktúráltak. És ez, amikor ezt a kettőt egyébként ötvözöd, akkor nagyon jó dolgok tudnak kijönni belőle. Tehát látszik azért az is Magyarországon, és nem hiába van ez a német-magyar üzleti kapcsolatok, nagyon, meg cégek nagyon jól működnek. A kettő együtt szerintem nagyon jó kiegészte egymást. Na és akkor hogyan tovább? Van még fejebb a ranglétrán? Vannak még ambíciói? Nem tudom én, akár Németországban az anyavállalatnál egy magasabb beosztás, vagy hogyan? Ugye ez a 15 év már ehhez képest soknak tűnik, hogy 7 év alatt lett ügyvezető. Igen, tehát mindenki azt mondja, hogy sok, de annyi minden történt. Tehát mi a Kassi úton a régi MGM-nek a telephelyén kezdtük, átköltöztünk 2007-ben egy csarnok, 2019-re építettük a második csarnokot, tehát mindig soha nem volt egy ilyen beállt dolog, tehát mindig történt valami új, és ezáltal soha nem volt egyébként unalmas, és most úgy néz ki, hogy a következő 3-4 évben megint nem lesz unalmas, úgyhogy nem, tehát nincsenek ilyen pozíció hajház dolgaim már. Tehát én elmondtam a kisfiamban is, hogy igazából nekem már most az a fontos, hogy itt ezt a céget tudjuk továbbiakban is előrevinni, sokkal turbulensebb környezet van, sokkal több betétás van, ez mindig ad egy kihívást, meg egy versengést, ami pozitív, de azt mondom, de most már inkább az a cél, hogy nekem az a cél, tehát nem a szakmai része, ez menjen tovább így, hogy ideig is ment, hanem az, hogy tényleg a kis videóban elmondtam, nekem az a fontos, hogy a kisfiam meg a családom büszke legyen rám. Akkor Németországba költözés, ottani munkahely az nagyon nem játszik. Vagy hát annyira azért nem jön be a német. Soha nem mondta, hogy soha. Nem tudom, hogy mit hoz az élet, de nem, abszolút nem célom, mert nincs is terve, tehát nem tervezem. Én nagyon jól érzem itt magam, én szeretem ezt a város már élhető, szeretem a munkámat, ide köt a családom, minden. Tehát nekem nincs. Én 3 évig csináltam egy központi funkciót, ahol Debrecenél meg Kína, Dél-Korea, Amerika és Vietnámért feleltem, akkor kiutazgattam magam, de én úgy gondolom, hogy itt ez a fontos, hogy ez a cég, ez most egy új korszakába lépett azzal, hogy ennyi új céget is, hogy Debrecen fejlődik,
és itt ezt most még így egy magasabb szintre kell emelni, mint amilyen előzőleg volt, és ez még bőven nyújt kihívásokat a számomra. Na még egy kérdés, ha már itt szóba került a család, ugye azt tudjuk, hogy családostól jár a DVSZ és Effler mérkőzéseire. Miért pont a kézilabda? Hogy jött a kézilabda a képbe, hogy amellé állt oda a cég is ön? Hú, hát ez olyan összetett, mert én igazából minden nevű vagyok sportban, tehát foci, kézilabda, régi unokatestvérem röplabdázott, salakmotott, tehát bármi, ami sport, én kimentem rá. Igazából annak idején a kézilabdától jött egy megkeresés, és elgondolkoztunk azon, hogy miért is lenne jó mondjuk ez a cégnek. És ugye arra a következtésre jutottunk, hogy az egyetlen igazi női sport a városban, ami első osztályban szerepel, és tényleg vágjunk bele és nézzük meg. Elkezdtük először egy kisebb szponzorációval, és utána azt mondom, hogy a második évtől kezdve pedig a névelő szponzorai vagyunk a csapatnak. Büszkék vagyunk rá, mert az elmúlt 4-5 év az tényleg egy siker sztori a kézilabdában, a bronzérmek, az európai kupa indulások, kupa ezüst, kupa bronz, tehát szerintem megtaláltuk egymás számításait, mi is a klubban, a klub is szerintem bennünk, és igyekszem aktív részese lenni már amennyire lehet, tehát azért nagyon jó, ritka számban menő, nagyon jó szponzori csapat van ott, akik akár egyénileg, akár családostól összejárunk, focizunk, tehát egy nagyon jó csapat alakult ki. Ez is egyébként egy olyan dolog, ami folyamatosan egyre több embert vonzott be, ideálag is fog is bevonzani. Úgyhogy igazából a cég és a klub is megtalálta szerintem a számításait, és haladunk így tovább. Vézom, mert ugye az idei szezonban is két éremmel tudjuk zárni a bajnokságot és ugye a kupát, és haladunk tovább. Na hát akkor sok sikert kívánok a sportban, a munkában és a magánéletben is. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm szépen.